Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet elcsendesedett lélekkel, együtt imádkozzunk. Ami segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a melegre való tekintettel megkérem a gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a 164-es énekünket. A 164-es énekünknek mind a három versét énekeljük, mely így kezdődik. A 164-es. Téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelén. A 164-es szám ének. Térjetek meg,
és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké. Sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzetségtől. Akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek. És azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelt az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözültekkel. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére, együtt imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő ígéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére, lelkünk épülésére a 163-as számú énekünket. A 163-as énekünket énekeljük, te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk.
megőrizni, hozzád vinni, neked átadni ezen az Isten tiszteleten is, amelyet lelkükbe zártak. Áld meg, Uram, az ő megemlékezésüket 10 év távlatából is, és add, hogy soha ne felejtsék azt, amit Pál apostol által üzentél, ígértél, nem a halálé az utolsó szó. A tiéd az utolsó szó, Uram, a feltámadásé, azért az ígéretél, amelyet mondtál, hogy van hely te nálad. Így vigasztald, erősítsd a gyászolókat, a megemlékezőket, de add, Uram, hogy mi együtt velük imádkozzunk, hogy a halál ne fájjon annyira, és gyógyuljon azzal a drága gyógyírral, amit te adsz, ígéd és szent lelked által mindannyiunknak. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 65-ös énekünknek az első versét énekeljük. A 65-ös énekünknek első verszakát énekeljük a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Kérem a gyerekek, vonuljanak át a gyülekezeti terembe. A 65-ös ének első verse, bocsánat. Van, hogy milyen rendelkezéseket fűztek a negyedik parancsolathoz. Olvasom egyszer a mindannyiunk által ismert Mózes második könyve 20. részének a 10 parancsolatából, a 8. versből az ígét. Maradjunk ülve. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját.
és olvasom Mózes 5. könyvéből, az 5. részből a 4. parancsolatot a 12-től 15-ig terjedő versekből. Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se ökröd, se szamarad, és semmiféle állatod. Aki a te kapuidon belül van, és ne végezzen munkát, tartózkodó jövevény se, aki nálad van. Hadd pihenjen szolgád és szolgálód hozzád hasonlóan. Emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Kedves testvéreim, ez az egyike annak a sok Isten tiszteletnek, amikor nem tudom hitvallásszerűen megfogalmazni az igének az üzenetét. Esetleg pártoskodni tudok, odaállni egy-egy párthoz, közösséghez, és ezt azért mondom, mert a 4. parancsolat, amit meghallottunk a most felolvasott ígéből, a sínai hegyi törvényadás óta a mai napig a legvitatottabb. Annyi vélemény, vita, megosztás, sőt, még harag is származott ebből a 4. parancsolatból, amint majd látni fogjuk, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nem is akarok hallani róla. A 4. parancsolat egy nagyon vitatott és kérdések sorozata, amire nem tudjuk megadni a választ, én most csak úgy felsorolom. Például nagy vita van, hogy mikor adta az Úristen ezt a parancsolatot, hogy a nyugalom napját meg kell tartani. Akkor, amikor megteremtette a világot, akkor, amikor leírja a Szent Író, hogy az Úristen a 6 napi munka után 7. nap megpihent, megáldotta, megszentelte a nyugalom napját. Attól kezdve törvény Ádámnak és Évának és utódainak, hogy az Úristenhez hasonlóan a 7. nap, úgy, mint az Úristen áldják és szenteljék a nyugalomnak a napját. Vagy ez a parancsolat az Egyiptomból való kijövetel után született, ott a sínai hegyen, és Isten akkor parancsolja meg az ő népének, hogy a szombatnapról, a nyugalom napjáról megemlékezzenek. De nagyon fontos kérdés, hogyha a keresztény egyház, mi reformátusok is, de római katolikusok, elfogadjuk a teljes szentírást, az Ószövetséget és Újszövetséget. A református heidelbergi kátényban ott van a 10 parancsolat. A nagy kérdés az, hogy vagy minden, vagy semmi. Nem lehet válogatni, mint ahogy a Jehova tanúi csak azt veszik ki, ami neki kedvező. És ezt azért mondom, mert a 10 parancsolat azt mondja, hogy az Úrnak szombatját meg kell tartani. És mi, majd látni fogjuk mindjárt, nem a szombatot ünnepeljük, hanem a vasárnapot. Igaz, hogy itt Bözöd Újfaluban voltak ilyen szombatos székelyek, akik fontosnak tartották, és azt mondták, hogy ők a Szentírás alapján, ők a szombatot ünneplik, és nem a vasárnapot. De más kérdés is felmerül a 10 parancsolattal kapcsolatosan, amit nekünk ma tisztázni kell, hogy a vasárnap, amit mi keresztények ünneplünk, a szombatból nőtte ki.
Le lehet-e vezetni azt, hogy mi keresztények, akik a vasárnapot ünnepeljük, tulajdonképpen a szombatból fejlődött ki és alakult át Jézus Krisztus az Úr napja szerint a vasárnapi ünneplés. És még sok-sok kérdés van, egy nagyon fontos kérdés, hogy egyáltalán van-e érvénye ennek a parancsolatnak, hogy megtartsuk ezt a napot. Mert hogyha Pál apostol leveleit olvassuk, akkor Pál elég határozottan a rómaiakhoz írott levél 14. részének 5. versében ezt írja, hallgassuk meg a 14.5. verset, hogy ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. De még elítélőleg szól a Galata gyülekezethez írt levél 4. részének 10. versében, amikor így szól, mert a Galata 4.10. Igen, azt mondja, hogy aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra is, esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam közöttetek. Mint hogyha azt mondaná Pál apostol, hogy vigyázzatok, nehogy ti visszaessetek, Krisztus követők, a régi nagy bűnbe, hogy a napokat figyelitek, itt gondolunk a vasárnapra, az újholdra, mert az újhold szerint számolták a zsidók az ünnepet, az évszakokra, amelyek szintén előírták, hogy mit kell tenni. Kérdés. Fontosabb, lényegesebb az, hogy mi a 7. napot jobban ünnepeljük, keresztényként templomba jöjjünk, más napokon nem, mint a hétköznapok. És még folytatni lehetne a kérdéseket, mert Pál azt mondja, hogy ezek a régi dolgok, hogy egyik nap fontosabb, mint a másik, ezek csak árnyékai, és ahogy Krisztus beteljesítette a törvényt, ugye a szombatot is a törvénybe beteljesítette, és nem kell többet a nyugalom napját úgy tartani, ahogy a 10 parancsolatban ez meg van írva. Tovább lépek, a nagy Konstantin római császár korához, aki államvallássá tette a kereszténységet 321-ben, és 321-ben ez a római császár elrendelte, hogy a kereszténynek vasárnap üljék meg az ő ünnepüket. És akkor most a számítás is fontos, testvéreim, mert ha a zsidók azt mondják, hogy a 6. napot kell megünnepelni, akkor ők így számolnak, hogy első nap az a vasárnap. Vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Tehát a 7. nap, a vasárnap az első nap, akkor nekik a 7. nap a szombat. De a keresztények az első napot számítják, a nap, a fény napját ünnepelték, és akkor azt látjuk, hogy az első nap az a hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Tehát nem tudtak eligazodni, hogy most egy számszimbolikával van-e dolgunk, a 6. nap vagy a 7. nap, és hogyha a Szentírásból megfigyeljük, testvéreim, azt látjuk, hogy még Pál apostol sem tudott ezen eligazodni, mert olvassuk, hogy amikor elmegy misszió útra, akkor hol keresi, vagy hol prédikál először? A zsinagógába. Tehát Pál is, aki tudja, hogy vasárnap támad fel Krisztus. Megtartja a 6. napot, elmegy a zsinagógába,
de azt olvassuk, hogy az első tanítványai Péter és János, amikor meggyógyították az ékes kapunál a templom lépcsőjén ülő koldust, azt mondja, hogy 9 órára a Krisztus tanítványok együtt mennek fel az imádkozás órájára a templomba. Tehát sokáig összemosódott, és hogy ne legyen hiba, azt mondták, megünnepeljük a szombatot, és megünnepeljük a vasárnapot is. Sőt, azt írja az egyik görög történész az 5. században, hogy nem lehet eligazodni ezeken a keresztényeken, mert egyes helyeken szombaton tartják a nyugalom napját, mások helyen vasárnap tartják a nyugalom napját. Tehát összemosódnak a dolgok, és hogyha kapaszkodót, kiinduló pontot keresünk 2016-ban, hogy nekünk reformátusoknak a vasárnap vagy a szombat az a nap, amit meg kell ünnepelnünk, egyszer akkor lássuk, tisztázzuk azt, hogy mit is jelent a szombatnak. Mit, hogy értik meg az emberek a szombatnapot? És most egy nagyon érdekes dolgot fogok mondani testvéreim, amit mindannyian tudunk, hogy például a zsidóknak a szombatnap, mondhatom így is, hogy egy nyomasztó nap volt. Bár ne lett volna, mondja sok zsidó, ez a törvény, még Ámos prófétát hallgassuk meg, aki ezt írja az Ámos 8. részének 5. versében. Azt mondja, hogy mert így beszéltek. Mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk, kisebb békával, nagyobb súlyokkal és hamis mérleggel csalva? Hát nem nyomorúság testvéreim egy kereskedő számára, hogy ott van a szombat, és ő nem adhatja el gabonáját, hogy nem csalhat, nem... Igen, ez egy nyomasztó nap volt, már csak azért is, mert az új szövetségből majd még egy-két példát mondok, de ami nincs benne a Szentírásban, tessék elképzelni, hogy azok, akik zarándokok voltak, és el akartak menni Jeruzsálembe, ha nem érkeztek el idejébe, mert ugye az első, tehát péntek este kezdődik a szombat, bezárták Jeruzsálemnek a kapuit, és addig, amíg nem járt le az ünnep, lélek se be, se ki. Ott kellett üljenek, ha 5 percet vagy 1 percet is késtek, mert szombat napon meg volt tiltva, hogy a zsidó ember valamit tegyen. Nem szerették, nyűgös volt nekik a szombat. Aztán ezt a szombatot még nyűgösebbé tette a különböző törvénykező papoknak az előírásai. Mosolyogni kell, de tessék elképzelni, hogy még ezt is kidolgozták, történelmi tényként szerepel, hogy szombaton, tessenek figyelni, a bolhát, bocsánat, szombaton a tetűt meg lehet ölni, de a bolhát nem. Mert a bolha az már vadászat. A tetűt odaütöm, szabad. De ha van egy bolha, azt mondják, szombaton nem szabad bolhát ölni, mert az már vadászatnak számít. Vagy gondoljunk csak arra, hogy ilyen törvények, hogy szombaton megszabad-e enni azt a tojást, amit a tyúk szombaton tojt. És hatalmas nagy kérdések számadtak, tehát nagyon nyűgös volt, és azt mondták, hogy ez a legrosszabb törvény, amit az Úristen az ő népének adott, és nem szerették. És mindent megtettek, hogy kijátszodják ezt a törvényt. Na de nem mindenki volt így a szombat nappal, a nyugalom napjával, hogy nyomasztó napként látta ezt. Ott van például, hogyha a Zsoltán olvassuk, vagy hogyha, mert mindezt, amit elmondtam eddig, ez a 2. Mózes 20. részéből van, ahol azt mondja, hogy az Úr megnyugodott, te is üljél nyugton szombaton. Emlékezzél arra, hogy az Úristen 6 napi munka után pihent, te is pihenj. De hogyha Mózes 5. könyvét olvassuk, a 10 parancsolatot, ott már nem a világ teremtésére utal vissza,
hanem azt mondja az ige, figyeljük csak, olvasom még egyszer, amit mondtam, hogy hangsúlyozott, és oda kell figyelni, mert azt mondja, emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomba, de kihozott onnan Istened az Úr erős kézzel. Tartsd meg a nyugalom napját. Tehát, hogyha az első, a Mózes második könyvében a negyedik parancsolat visszautal, hogy úgy, ahogy az Úristen te is meg kell tartsad, itt már öröm ünnepé és emléknappá vált a negyedik parancsolat. Itt már nem arról van szó, hogy mit csinált az Úristen hetedik nap, hogyan pihent, hanem arról volt szó, hogy az Úristen kihozott téged, és te minden szombaton emlékezzél, hogy rabszolga voltál. Hogy szabadá tett téged az Úristen. És keresztény egyházunk itt kapcsolódik be a vasárnap ünneplésével, mert az Úr Jézus Krisztus vasárnap, amikor feltámadt, megszabadított minket a haláltól. Megszabadított bennünket az Úr Jézus Krisztus a sátánnak a hatalmától. És a keresztény egyház nem a zsidó szombat, vagyis a 20. versre teszi a hangsúlyt, hanem kapcsolatot teremt, emlék, ünnepet, hogy az Úr napját, mi a vasárnapot, így írja a KT-nk is, azért ünnepeljük, mert ezen napon támad fel és szabadított meg minket az Úristen. Tehát látjuk, hogy nem csak nyomasztó, hanem emléknap. Addig lesz kereszténység, addig élünk, amíg emlékezünk arra, hogy az Úristen minket szabaddá tett, felszabadított, mondjam így, a nyomasztó munka alól, a robot alól. Azt akarja az Úristen, hogy szabad emberként éljük az életeket, nem mint rabszolgák, akiknek nem jár a pihenés. Aztán a harmadik, ami tovább megyünk, az az, hogy a szombat, vagy a vasárnap, itt már elmosódik, nem is kérdés, hanem azt mondja, hogy nem a nyugalom, nem az, hogy emléknap, hogy szabaddá tett, hanem azért ünnepelem, mert ez a nap az Úristennek szentel nap. Ézsaiás próféta így nevezi a negyedik részben, azt mondja, hogy ez a gyönyörűségnek a napja. A Zsoltár pedig azt mondja, hogy a tökéletesség szombata. Máshol pedig ezt olvasjuk, hogy az éneknek a szombatja ez a nap. Az az alkalom, amikor az ember tanácsot kérhet az Úristentől, és ennek van történelmi háttere, mert ha megfigyeljük Salamon idejében is, az áldozat bemutatás után, amikor még a király pap volt, törvénybíró, ezen a napon törvénykeztek, tettek Isten nevébe igazságot, többféleképpen viszonyultak ehhez a naphoz. Az Úr Jézus Krisztus is azt mondja, hogy mi az a szombat? Hát az Úristen az emberért teremtette a szombatot. Szabad dolgozni, szabad gyógyítani, és látjuk, hogy a legtöbb gyógyítását szombat napon tette meg. Na de testvéreim, tovább lépek, mert még hú, nincs már olyan sok, az újkori teológiáról még nem is beszéltünk. Lássuk, hogy a nagy reformátorunk Kálvin János hogy viszonyul a nyugalom napjához. Három dolgot mond, ő összevonja a szombatnak és a vasárnapnak a kérdését, úgyhogy közös nevezőre hozza. Azt mondja, arra való ez a nap, hogy lelki megnyugvásunk napja legyen, hogy megőrizzük az egyházi rendet, az istentiszteleti rendet, és hogy megkönnyebbítsük, pihenést adjunk a szolgáknak. A hangsúly Kálvinnál a harmadik ponton van, majd látjuk nem sokára a KT-ból is, tehát de ha a 21. századot nézzük, magyarországi politikát, micsoda port kavart fel, amikor Orbán Viktor miniszterelnök és tanácsa azt mondta, hogy vasárnap be kell zárni a multikat, pihenjenek azok az emberek, a tömeg felháborodott, mi az, hogy vasárnap ne tudjak vásárolni, hát eljutottunk a nyugalom napja, a negyedik parancsolatba, oda, hogy már nem az Istenről vitatkoztak, hanem eljutottak oda, hogy az ember
Hát mi az, hogy ne az ember rendelkezzen a szombat szerint? Emberközpontú lett a negyedik parancsolat. Itt van egy holland testvérem, lehet, hogy ő jobban többet tudna beszélni erről, de olvastam, hogy 1980-ban több mint 10 000 család minden vasárnap veszekedett. Éveken keresztül a holland családokba, ha eljött a vasárnap, ez volt a vita, hogy mit szabad csinálni vasárnap. Egyesek templomba akartak menni, mások biciklizni, a gyerekek mást akartak, és rájöttek arra, hogy ez a negyedik parancsolat annyira megosztotta a társadalmat, a világot, hogy a hollandok ebből, mondjam úgy, hogy nemzeti vitát és tragédiát csináltak, és elkezdődött a református egyháznak a szakadása. Itt voltak szigorú reformátusok, voltak Freigemeint reformátusok, mind a miénkek, egész másképpen viszonyultak. Tehát a negyedik parancsolat, de tessenek a mi életünkre gondolni. Tessék megnézni, eljön a vasárnap, a férj halászni akar, a feleség azt akarja, hogy templomba menjünk, a gyerekek fürödni szeretnének. Hát nem problémás ez a negyedik parancsolat? Lehet igazságot tenni? Kinek van igaza? És akkor még tessék megengedni, hogy elmondjam, hogy vallásilag is saját tapasztalat, itt a presbiter testvéreim el fogják mondani, hogy a hollandok és az angolok a negyedik parancsolatot a Westminsteri KT szerint tartják be, annak a 107. kérdése, és azt mondja a Westminsteri KT, hogy az Úr szent napját meg kell szentelni. Az egész napon át megnyugvással kell ülni, és nem szabad vasárnap, megengedhetetlen a világi foglalkozás, a szórakozás, melyek másnapon meg vannak engedve. Az egész vasárnapot használjuk nyilvános és magán Isten tisztelet gyakorlatára. És most olvasom református heidelbergi KT-nkból, hogy mit mond a mi református tanításunk a negyedik parancsolatból, a 103. kérdés, ahol azt mondja, hogy mit követel Isten a negyedik parancsolatban, először azt, hogy az ige hirdetést és az iskolákat fenntartsák, és különösen ünnepnapokon Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjanak, szent sákramentumokkal éljenek, az Úrnak a szentek közösségéből segítségét hívják, Krisztus szerint adakozzanak, gonosz cselekedeteimmel felhagyjanak, és már az örökké való ünnepet földi életünkbe elkezdjük. Tehát a református KT a hangsúlyt az Isten tiszteletre és a vasárnapi gyerekiskolákra teszi. Mert azért mondom ilyen részletesen, mert mikor a presbiterekkel elmentünk Hollandiába, a testvér gyülekezetbe, elmentünk délelőtt Isten tiszteletre, együtt voltunk a csapat, és azok a presbiterek, akik hozzánk járnak már 20 év óta, azt mondták, né, megebédeltetek, ott van a dobozba a bor, ott a televízió, mi elmegyünk haza, este találkozunk. De ott maradt, hogy két asszony, akik mosogattak, rendeztek, mi neki fogtunk Károllyal csocsózni, mások tévét néztek, megittünk egy pohár bort, jó volt a hangulat, és az a szegény asszony olyan sápat lett. És úgy ki volt akadva, és utána hallottam, hogy ő azokhoz, ahhoz a csoporthoz tartozik, akik a Westminsteri KT szerint azt mondták, hogy magánisten tiszt. Milyen pap ez? Hogy játszik, hogy bort iszik, hogy nem olvassa a Bibliát. Milyen presbiterek ezek, hogy ott szórakoznak, tévét néznek, akkor, amikor azt írja a KT-nk, hogy egész nap Bibliát kell olvasni vasárnap. Nagyon elszégyeltem magamat, és eszembe jutott, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy aki megbotránkoztat egyet, kössön kötelet a nyakára, vagy ugorjon bele, hát megbotránkoztattuk. Pedig nem akartuk. A mi református hitvallásunk KT
megengedi a szórakozást, a fő hangsúly, hogy az Isten tiszteletre eljárjuk. Na, hol az igazság? És amikor azt mondom, hogy eljutunk, eddig keressük az igazságot, még egy idézetet mondok, volt egy nagy reformátorunk, Lelki pásztor testvérem jól tudja, úgy hívták, hogy Barth Károly, azt jegyezték fel Barth Károlyról, hogy úgy félt a negyedik parancsolattól, mint az ördög a tűztől, mert nem tudott eligazodni rajta. Azt mondta, mindenről beszéljünk, csak a negyedik parancsolatnak hagyjatok békét. Mert azt mondja, mi az, hogy semmi dolgot nem szabad tenni. Az orvosnak szabad dolgozni, a katonának szabad az országot védni, sőt a pap is izzadjon vasárnap, dolgozzon, de a földműves embernek nem szabad dolgozni. Megosztás. Bizonyára idősebb generáció emlékszik arra, hogy magyar világban volt, hogy kakas-tollas csendőrök járták a határt, és hogyha elkaptak valakit vasárnap dolgozni, bizony-bizony még zárkába is vitték. Egy olasz teleki személyes példa, itt volt a parókia, itt volt a templom, és közötte volt a mezőre, úgy mondtuk, hogy csoltajára. És egy vasárnap palástosan megyek át az úton, és az egyik presbiter szép-két lovagó cekérrel ment el. Hát félreálltam, de azért nem tudtam megállni, és kérdem, hova, Sanyi bácsi? Azt mondja nekem, én oda, ahova tiszteletes úr. Hát mondom, nem úgy látszik. Hát maga megy a mezőre, és én a templomba. Azt mondja, maga is munkába megy, én is munkába megyek. Hát nem volt mit mondjak neki, mert hát ha a negyedik parancsolat egyeseknek megtiltja, másoknak nem tiltja meg, nincs testvéreim tanácsom. Nem tudom se azt mondani, hogy kötelező vasárnap templomba járni, de azt se szeretném bátorítani, hogy úgy tessek hazamenni, hogy megmondta a pap, nem kell jönni vasárnap templomba. Nem, ezt nem mondom. Ezt kihangsúlyozom, hogy ez így nem igaz. De egy biztos, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy nem egyforma a vasárnapnak az ünneplése, és ne is törekedjünk az egyformaságra, de keressük a hasonlóságot. Legyen a negyedik parancsolat, amit az Úristen elrendel. Legyen olyan törvény, hasonlítsunk abba, hogy ezt a napot együtt töltjük a családunkkal. Édesapa, édesanyja, gyerekek, és hogyha nagy meleg van, ha idősek nem tudnak eljönni a templomba, tessék meghallgatni a televízióban az Isten. Legyen ez a vasárnap úgy a nyugalomnak a napja, hogy nyugodjon meg a lelkünk, és ne veszekedjünk és vitatkozzunk, hogy ki mit csináljon és hogy akarja ünnepelni. Megtaláljuk a hasonlóságot, mert vannak közös vonások. El lehet jönni az Isten tiszteletre, úgy, ahogy a Kárténk mondja. Meg lehet tartani egy házi alkalommal is az Isten tiszteletet. Hasonlóságból soha nem származott kár, és ebben a változó világban, testvéreim, nem megváltoztatni, hanem alkalmazkodni kell a törvényhez. Egy befejezésül egy igaz történet, Debreceni Károlynak hívják ezt a lelkipásztort, magyarországi, róla terjedt a hír, hogy hogy oldotta meg a negyedik napnak, a vasárnapnak a ünneplését. Volt egy gondnoka, a vasútnál dolgozott, minden vasárnap ott volt a templomba, sokszor még el is cserélte a munkát, csak hogy tudjon elmenni a templomba. Egy vasárnap mesélik, hogy szétnéz a szószékről a lelkész, és nem látja a gondnokot. És kérdi, hogy mi van vele, beteg? Nem. Dolgozik? Nem. Otthon van, fáradt. Azt mondják, elkésznek volt egy motorbiciklije, úgy palástosan, ahogy volt, felült a motorbiciklire a Bibliával, egyenesen a gondnokhoz. Mikor megérkezett, hát a gondnok úr pont a családjával ebédelt. És meglátja a gondnok, valami baj van, tisztelet. Semmi.
ebédeljenek nyugodtan, az Úristen azért küldött, hogyha nem tudott eljönni a templomba, hogy elmondjam a vasárnapi prédikációt. És kinyitotta a Bibliát, és megtartotta az Isten tiszteletet. Úgy megijedtek a faluba, azt mondták, te jobb, ha elmegyünk, mert ha ez a pap eljön, és nekünk eltartja, az ebéd mind kihűl, és meg fogunk csömörölni. Na hát ez is egy megoldás, testvéreim, lehet, hogy eljön az idő, hogy én is úgy elkezdek járni majd házról házra, és akkor egyszer kell elmenni, mert utána fognak jönni a hívek. De addig is én azt mondom, hogy legyen az Istennek szentelt nap a vasárnap. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 477-es énekünket. A 477-es énekünket énekeljük, annak mind a három versét Isten szívén megpihenve.
hogy nagyon sok kérdést hoztunk hozzád, melyre nem tudjuk a választ. És lehet ez az ige hirdetés még több kérdéssel töltötte meg életünket, lelkünket, és úgy vagyunk haza, hogy nem tudjuk, mit is kezdünk a negyedik parancsolattal. És hogyha mégis szeretnénk választ kapni te tőled, Jézus Krisztustól kapjuk, aki így foglalta össze a törvény parancsolatait, szeresd az Urat, a te Istenedet. És ha ezt tesszük, Uram, akkor nem csak a nyugalom napja, hanem a hét minden napja megszentelt nap lesz. Ha szeretünk téged, Uram, akkor nem múlik el nap, amikor ne találkoznánk veled, ne szentelnénk és áldanánk meg viselkedésünkkel, keresztjén értékrendünkkel, nem csak a napot, hanem azt a közösséget, amelyben éljük kegyelmed idejét. Így kérünk, Uram, hogyha kérdéseink vannak, a szeretetnél kezdjük. És hogyha szeretünk téged, akkor bármit tehetünk, mert abban a bármiben ott vagy te, nevednek tisztelete, megszentelt napod. Köszönjük, Uram, hogy együtt lehettünk, add, hogy soha ne maradjon el a vasárnapi Isten tisztelet, mindig legyenek, akik fontosnak tartják, hogy együtt a közösségben egymás hite által erősödjenek. Így erősítsd, Uram, a gyászolóknak a hitét, a megemlékezőknek, így erősítsd, Uram, az emlékeit, de erősítsd mindannyiunkban az igazságot, hogy te az Atya előtt ott vagy, imádkozol, helyet készítesz, és ha kész a hely, eljön az idő, magadhoz veszed, akiket szeretsz. Így emlékezünk és kérjük a vigasztalást koporsóból idejövőknek és emlékeik megáldását keresőknek. Amen. Elcsendesedett lélekkel magunkba imádkozzunk. Áldott legyen az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, kegyelettel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten visszaadta lelkét alkotójának, Horváth Zoltán testvérünk, aki 1946-ban született Parajdon, és Marosvásárhelyen 45 évig mesteri tisztségben feladattal a villamos műveknél dolgozott. Sokat járt Szobátára, feleségével, családjával együtt itt otthont teremtettek, ahol jól érezték magukat. Kívánunk feleségének, aki szobátai származású, özvegységében vigasztalást, erőt, két gyerekének, fiának, lányának, azok családjának. Kívánjuk, hogy Isten áldja meg édesapjuknak az emlékét. Köszönjük szépen Horváth Zoltán emlékére hozott virágot, és kérjük a Jóistent, hogy áldja meg emléküket. Köszönöm, hogy ma is Marosvásárhelyről eljöttek, hogy együtt mondjuk Horváth Zoltán emléke szeretteljük körében legyen áldott. Szintén kegyelettel jelentem
hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Kirilla András testvérünket, aki 1956-ban egy 8 gyerekes családban született Illésmezőben. 3 gyereke, özvegy felesége, egy unokája, testvérei ott álltak kegyelettel, emléket hordozva, de hiszen, hogy hittel és a feltámadás reménységével. Köszönöm szépen özvegy feleségének, 3 gyerekének, testvéreinek, hogy itt vannak, hogy velünk együtt Istennél, Jézusnál keressék gyógyulásukat. Köszönjük szépen a virágot, amit az ő szerettük emlékére hoztak. Szintén kegyelettel emlékezünk néhai Bakó Dénes testvérünkre, aki 10 éve távozott családja köréből, gyülekezetünk ismert tagja volt, ma emlékezik rá özvegy felesége, fia és annak családja, testvérei. Köszönjük szépen a Bakó Dénes emlékére adományozott virágot, valamint pénzösszeget. Kedves testvéreim, végezetül megkérem azokat, akik az amerikai testvér gyülekezetünk tagjait vacsorára, ebédre vagy különböző alkalmakra fogadták, szíveskedjenek bejönni a gyülekezeti terembe. Még annyit szeretnék, hogy kérjem a türelmüket 5 percre, mert az amerikaiak holnap utaznak vissza, és szeretnének egy pár szóban elbúcsúzni a gyülekezettől. Majd megkérem ének és záró áldás után Portik Mária testvéremet, hogy szíveskedjen fordítani. Most pedig készüljünk az áldásra, énekeljük. Bocsánat, még van valami, elfelejtem mindjárt. Egy meghívót szeretnék felolvasni, amit az Erdély Református Egyház Kerület Nőszövetsége bocsájtott ki. Az Erdélyi Református Egyház Kerület Nőszövetsége hálával tekint vissza a tavalyi júliusi napra, amelyen sokan gyűltek össze a Bonyhai Betlen Kastély parkjába ünnepelni, együtt lenni. Szeretettel hívják az idén is, 2016. július 9-én a Bonyhai helységre, és elsősorban református családi találkozó, azokat szólítják meg, de erre a Bonyhai napokra, tehát 2016. július 9-ére mindenkit, ha nincs családban lehetőség elmenni, egyedül is várják. A családi nap 11 órakor istentisztelettel kezdődik, és bőve felvilágosítás, csak annyit tudok mondani, hogy Ferenci Erika testvérem fog adni az érdeklődőknek. Tehát aki szeretne elmenni 2016. július 9-én 11 órától a Bonyhai napokra, kérem, hogy jelentkezzenek Ferenci Erika testvéremnél, és a jelentkezéseknek a könyvényében egyházközségünk megpróbál szállítási eszközt, autót biztosítani, amivel el tudnak menni az egyházközség költségén erre a napra, hiszen ez egy diakóniai missziós szolgálat. Tehát megkérem akkor ma, Isten tisztelet után az érdeklődők jelentkezzenek, és azok, akik még nem tudják, adjuk hírül, és majd telefonon is lehet jelentkezni. Gondolom, egy telefonszámot majd tetszik adni. Jó, köszönöm szépen, akkor most készüljünk az áldásra a 484-es énekünk első versével. A 484-es énekünk első versét énekeljük, fenn a mennyben az Úr minden győztesnek állt.
őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti felétek, és adjon békességet Szent Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Még egyszer nagyon szépen kérek egy pár perc türelmet, ne menjünk ki, mert talán ezzel megsértjük a búcsúzó amerikaiakat, és miután köszöntésüket elmondták, zárjuk azzal, hogy felállva hallgatjuk majd a Ferenc István presbiter testvérünk által eljátszott amerikai himnuszt. Kérem szépen akkor Portik Máriát szíveskedjék jönni. Tessék mondani, hogy aki akar, akkor jönjön neki. Before we came, we wondered, as foreign strangers who don't even speak the language, could we have or give a meaningful experience? Mielőtt jöttünk, azon gondolkoztunk, hogy mint idegenek, akik még a nyelvet sem beszélik, hogy tudnánk egy tartalmas találkozást létrehozni. But from the moment we arrived, we have been showered with small acts, ordinary kindness and love. De ahogy megérkeztünk, az első pillanattól körülvettek minket apró cselekedetekkel és hétköznapi kedvességgel és szeretettel. So many small things, but for us, the effects of those small things were magnified. Annyi apró dolog, de számunkra a hatása ezeknek az apró tetteknek csodálatos volt. You've cooked for us, you've fed us, you've sung for us, you've translated, you've cleaned for us, you've driven many miles, even in the dark, for us. Főztek önök nekünk, tápláltak minket, énekeltek nekünk, fordítottak nekünk, takarítottak utánunk. Sok-sok kilométert vezettek velünk, még a sötétben is. It was surprising, amazing, and wonderful. That first Hungarian word I learned, köszönöm, seems so small to carry what I feel. Meglepő volt, és lenyűgöző, és gyönyörű. Az első magyar szó, amit tanultam, köszönöm, olyan aprócskának tűnt, de képes volt annyi érzelmet közvetíteni részemről. But those small acts are the fulfillment of God's command. They knit the world together and are stronger than the acts of anger and ignorance that try to tear it apart. Azok az apró cselekedetek, ami Úrunk parancsolatait teljesítik, és ők kötik össze a szavakat, és teszik erősebbekké a tetteknél, a haragnál, a nemtörődömségnél, ami megpróbál esetleg minket szétbomlasztani. They changed us from strangers into new friends who will cherish the memories of these days and return home eager to return those small acts of kindness and love to our families, our congregation, our communities, and especially the next group of friends to visit Easton from Savada.
Ezek változtattak minket idegenekből új barátokká, akik meg fogják osztani majd az emlékeiket ezekről a napokról, és úgy térnek vissza az otthonaikba, hogy ezek az apró kedvességek, szeretetet tükröző dolgok tettek, amiket a mi családjaink kaptak, ezeket tudjuk továbbítani a gyülekezeteinknek, a közösségeinknek, és hogy főleg a következő baráti csoport kedvet kapjon, vagy el akarjon majd jönni újból szobátára. And so now we feel the presence of God and the love of Christ, and so we feel very much at home. Köszönöm. Tehát így most ebben a pillanatban érezzük a Isten szeretetét, and Jézus Krisztus szeretetét, és Jézus Krisztus szeretetét így tudjuk magunkat itthon érezni. Köszönjük. So we'd like to present a memorial gift from College Hill Presbyterian Church to the Szevada Hungarian Reformed Church. Tehát mi szeretnénk egy emlékezetes ajándékot bemutatni a College Hill Presbyteriánus gyülekezettől, a szovátai magyar református gyülekezet rész számára. It was made by an artist just north of Easton, and we think it symbolizes our friendship. Ez egy észak-easttoni művész által volt készítve, és úgy gondoljuk, hogy ez képviseli a mi barátságunkat. It shows the seals of both denominations reflected in crystal. Symbols? The symbols of both churches. Just churches. Tehát ez szimbolizálja a két egyház közti kapcsolatot egy kristályba foglalva. Thank you. Yeah. És hogyha nem tudnám, hogy informatikus, azt hinném, hogy pap olyan szépen beszélt. I just would like to thank for your words and for your presence, and if I just would like to say you, if I wouldn't know that you are an informatician, I would have the feeling that you are a priest. You were talking so nice. Mi szeretnénk egy emléket átadni, személyest és egyet a gyülekezetnek. We would like also to give you a present, one personally and one from the part of the congregation. For Susie. For Dan. For Mona. Egy bibliai ige van rajta, fogadják szeretettel, nem az asztalra, balra teszik. It is with a Bible verse on it, and it's not used on the table, it is put on the wall. És végül a testvér gyülekezetnek jelképes ez is, egyik az Isztoni, a másik a szovátai egyház, és adják át a gyülekezetnek szeretettel. So this one is also represent our two churches and congregations, so you should give it to your congregation. Az egyház megmarad akkor is, hogyha ez itt elválik, de nem lesz olyan szép. Igen.
The our congregation will still be alive also if they will be apart, but it will not be so nice anymore. Like together. Megköszönöm a gyülekezetnek a türelmi szeretetét, akkor most felállva valós tiszteletből az amerikai. Tessék elmondani, hogy tudják, hogy mit énekelnek. Now we would like to honor you to sing your national hymn, America. Nem énekeljük, no sing, just the music.